Akkor én sok szeretettel köszönöktök mindenkit, és működik a mikrofon. Én Rádóczi Klaudia vagyok, a Karnak egy doktorandusz hallgatója, és a mai előadás igazából arról fog szólni, hogy mire is jó a családi költségvetés. Én gonosz vagyok, én folyamatosan kérdezek, de erre nem jár jegy, úgyhogy léci válaszoljatok is rá. Az első kérdésem az lenne, hogy valaki tudja-e, hogy mi az a költségvetés? Tipp? Igen? Valaki? Akkor átadjuk azt. Tessék? Igen, az egyik oldala ugye a kiadások. A költségvetés alapvetően ugye úgy áll össze, hogy megnézzük, hogy milyen kiadásaink, illetve milyen bevételeink vannak. És ugye alapvetően a költségvetés legtöbb esetben a kormányzattal összefüggésben szoktuk hallani. A rossz hírem az, hogy nem csak neki kell ilyet tervezni ahhoz, hogy gazdaságilag optimálisan tudjon működni bármilyen gazdasági egység. Gazdasági egység egyébként a háztartás is. Ugye miért kell nekünk költségvetés? Alapvetően vannak az életben szükségleteink, amiknek meg kell felelni. Az alapvető szükségleteink, hogyha megnézitek, akkor pár aspektusát ennek feltüntettem ezen a szlájdon. Miszerint ugye az első és a legfontosabb, hogy laknunk kell valahol. Ezt követően ugye étkezés, ruházkodás, utazás, ezek a legalapvetőbbek, és ezt követően jelennek meg a különböző szórakozás, sport, egészségügyel kapcsolatos. Ez nem az, hogyha betegek vagyunk, akkor szeretnénk meggyógyulni, hanem például akkor helyett az egészségtudatos életmód, illetve ami nektek majd a következő megfinanszírozandó szakasz lesz az életetekben, a tandíj. Ez mind-mind olyan, aminek az optimális menedzseléséhez a családunknak szüksége van egy költségvetésre. Na de hogy ehhez mi kell? Ugye alapvetően erre, ehhez pénzre van szükségünk. A pénz az nem csak úgy jön a gazdaságban, ugye vannak nekünk bevételeink. A költségvetésnek két oldala van, egyrészt ugye vannak jövedelmeink, és vannak kiadásaink. Ugye a jövedelemnek az egyik alapvető formája az a bevétel. Itt szoktuk megemlíteni a bért. Ugye a bér alapvetően az a jövedelem, amit a munkánkért cserébe kapunk, és ehhez jönnek különböző kiegészítések. Például a kokáért tud-e valaki nekem mondani kafetériát? Hogy egyáltalán mi lehet az, ami kafetéria? Hallottunk már olyanról, hogy Erzsébet utalvány. Étkezési jegy? Oké. Ugye ezek mind-mind olyan béren felüli juttatások, amik alapjövedelmünkben nem tartoznak bele, mégis a jövedelmünknek egy részét képezik, ugyanis ezt a piacon el tudjuk költeni, tudunk ezzel tervezni, ezáltal ugye a költségvetésnek a bevételi oldalán ezek megjelennek. A következő kategória az a hozam, ugye ennek van egy kamat, osztalék, illetve tőkenyeresség része, ezek már olyan szavak, amiket ha eljöttök ide tanulni, akkor nagyon sokat fogunk használni, és nagyon sokat fogunk róla beszélni. Ezek általában valamilyen befektetéshez tartozó jövedelmek. Beraktuk a bankba a pénzünket, ami kamatozik, ebből van kamatjövedelmünk. Részvényekbe fektettünk be, lehet osztalékunk, stb. Ezek mind-mind olyan plusz jövedelmek, amelyek szintén hozzájárulnak a bevételi oldalhoz. Jönnek a különböző szociális juttatások. Tudunk-e szociális juttatást mondani? Egyáltalán mi az a szociális juttatás? Segély. Például a segély az egy szociális juttatás. Ugye ilyen szociális juttatás szokott még lenni a családi pótlék, a gyes. Ezek mind-mind olyan jövedelmi kategóriák, amit egyoldalúan kapunk az állam részéről, külön szolgáltatás nélkül, tehát effektíven nem kell ezért cserébe semmi feladatot elvégeznünk, hogy mi erre jogosultak legyünk. Ha megnézitek ezt a két oszlopot, most persze a jobbik felét soroltam fel első körben, a bevételeket, úgy kapni jobban szeretünk, mint kiadni. Ugye van egy kiadások oszlop is, és hogyha ránéztek, akkor azt a szomorú tényt látjátok, hogy úgy az oszlop az hosszabb. A rossz hírem az, hogy ez mindig így van. Ellenben, hogyha ennek a két oszlopnak az alján egy-egy szuma összegzést tennénk, akkor nekünk az a jó, hogyha a bevételünk számszerűen több, mint a kiadásunk. Nem az a lényeg, hogy tételszerűen több legyen, hanem hogy összességében többet keresünk, mint amit el kell költenünk. Ugye a költségvetés tervezésének az lenne a lényege, hogy a mi rendelkezésre álló jövedelmünket,
Sziasztok! A mi rendelkezésre álló jövedelmünket úgy költsük el, hogy a kiadásainkat fedezzük, és jó esetben még ebből félre is tudjunk tenni, tudjunk megtakarításokat képezni. Azért, hogy a jövőben felmerülő tervezetlen, illetve rendkívüli kiadásokat fedezni tudjuk, anélkül, hogy például különböző hitelre legyen szükségünk. Kérdés az, hogy ezt a pénzt, amit mi kapunk, azt hol szoktuk tartani? Ugye ennek alapvetően két formája van, vagy bankszámlán tartjuk a jövedelmünket, vagy készpénzt tartunk, és ebből gazdálkodunk. Mind a kettőnek van előnye, mind a kettőnek van hátránya. Alapvetően ez rendszerint döntés, illetve nagyban attól is függ, hogy ki hova kapja a jövedelmét, hogy utalással vagy készpénzben kapja meg hónap végén per hónap elején a fizetését. Ha már a bankszámlánál tartunk, akkor kérdésem, hogy kinek van bankkártyája? Nagyon jó. És ki az, akinek, aki tudja, nektek még nem lehet, ki az, aki tudja, hogy a családjában van hitelkártya? Oké. Valaki el tudja mondani, hogy mi a különbség a bankkártya és a hitelkártya között? Igen? Így van, nagyon jó. Azt mondta a kollégina, ezt nem mindenki hallotta, hogy a bankkártyán lévő pénzünk az csak, ami nekünk rendelkezésre, csak annyit tudunk elkölteni, amennyit mi valójában kerestünk, ami valóban rendelkezésünkre áll. Ezzel szemben a hitelkártyánál úgymond mehetünk mínuszba. Van egy olyan keret, amit a bank bocsát a rendelkezésünkre, és ezt is el tudjuk költeni. Ugye ez azt jelenti, hogy jövőbeni jövedelmünket hamarabb költjük el. Ezáltal ugye, ami csak 20-án érkezett volna pénz a számlámra, én azt már 10-én el tudom költeni, és amikor 20-án megérkezik, az azonnal visszatöltődik. Ugye ez lenne a hitelnek, illetve a kölcsönnek is a lényege összességében. És ugye, amit én már itt feszegettem témát, miszerint, hogyha nincsen elég jövedelmünk, akkor valahonnan erre valamilyen forrást keríteni kell. Hogy vagy az alapszükségleteket, vagy olyan szükségleteket, ami egyébként tudjuk, hogy a jövőben ezt meg tudnánk finanszírozni, de jelenleg kell megfinanszíroznunk, hogy ezt valamilyen módon fedezni tudjuk, és ehhez van szükségünk hitelre vagy kölcsönre. Na most, hogyha eljöttök ide hozzánk tanulni, és véletlen tanítalak titeket, akkor nekem a favorit kedvenc kérdésem a valaki mondja meg, hogy mi a hitel és a kölcsön között a különbség. Ötlet? Senki? Hát nem vagytok aktívak. Alapvetően mindig azt a választ szoktam erre kapni, hogy ó, a kölcsönnek nincsen kamata. Na, odehogy is. A kölcsönnek is ugyanúgy lehet kamata. A kettő közötti alapvető különbség az az, hogy hitelt csak és kizárólag pénzintézet adhat nekünk, kölcsönt meg bárki. Ez azt jelenti, hogy kölcsön 3%-os kamattal én is adhatnék nektek, nem fogok, de adhatnék, hogyha akarnék. Ellenben hitelt csak a banktól tudunk felvenni 3%-os kamattal. Ugyanhogy ha mi bevételi oldalunk számszerűleg sokkal alacsonyabb, mint a kiadási oldalunk egy adott időpontban, akkor szoktunk hitelfelvételhez folyamodni. Ez ugye, hogyha hosszú távon alacsonyabb a bevételi oldalunk, mint a kiadási oldalunk, akkor ez nem megoldás, mert ugye hitelfelvétellel mi kiadást generálunk magunknak, ennek a törlesztő részletét minden hónapban ki kell fizetni. Ezért ebben az esetben célszerű átstruktúrálni a mi költségvetésünket, valahol megszorítani a kiadásainkat, vagy plusz bevételekre szert tenni. A hiteleknek, hogyha mégis hitelfelvételre szorulunk, akkor különböző fajtái vannak. Vannak folyószámla hitelek, vannak fogyasztási és személyi hitelek, vannak jelzálog hitelek, lakáscélú hitelek, hitelkártyákról már beszéltünk. Ezek mind-mind különböző életszakaszhoz kapcsolódnak, annak fényében, hogy életünk mely szakaszában vagyunk. Például ugye lakáscélú hiteleket nem 18 évesen kezdünk el azonnal keresgélni és felrántani a piacon, mert viszonylag kevés esélyünk van rá. Ellenben például egy fogyasztási célú hitelt, ami legyen mondjuk áruhitel, egy laptopra 20 évesen, hogyha van valamilyen iskola melletti kiegészítő jövedelmünk, tehát dolgozunk valahol, azt jó eséllyel igénybe fogjuk venni, hogy legyen egy jó laptopunk például a tanulmányainkhoz.
kérdés az egyébként, hogyha eljutunk odáig, hogy a költségvetésünket ki kell pótolni valamilyen plusz jövedelemmel, és ez a hitelfelvételben fog megnyilvánulni, akkor hogyan is vegyünk fel hitelt? Az első és a legfontosabb, hogy önerő nélkül soha nem futunk bele a hitelfelvételbe, mert ez azt jelenti, hogy ha nincsen semmilyen megtakarításunk, akkor jelenleg a bevételi és a kiadási oldalunk az ugyanazon a szinten áll, vagyis nem engedhetünk meg magunknak plusz kiadást, vagyis hogyha felvennénk valamilyen hitelt vagy kölcsönt, akkor ennek a törlesztő részletét sem tudnánk finanszírozni. Általában úgy célszerű hitelt felvenni, hogy akkora összegű törlesztő részletet vállalunk be, amekkora összeget hó végén egyébként el is tudunk tenni, meg tudunk takarítani a jövedelmünkbe. Ebben az esetben biztosított az, hogy maximálisan ki tudjuk törleszteni minden hónapban a mi kölcsönünket. Ennek kapcsán ugye a legtöbben, hogyha visszamegyünk, akkor itt ugye az volt, hogy hogyan vegyünk fel hitelt, ugye meg kell mondani, hogy mire szeretnénk azt a hitelt felvenni, biztos szükségünk van-e nekünk arra a hitelre, meg kell keresni azt, hogy mi a mi konstrukciónk, nem az első bankban fogunk felvenni hitelt, tehát hogyha innen elindulunk az árkát fele, minimum 5 banki plakátot fogunk látni, nem az első bankba fogunk bemenni és fogunk hitelt felvenni, meg kell találni azt a konstrukciót, ami valóban nekünk optimális, illetve hát a különböző adminisztrációkat mindenképp végig kell gondolni, hogy nehogy valamilyen buktató kerüljön a rendszerbe. És a kérdés az, hogyha hitelt akarunk felvenni, akkor mi az a szám, mi az az érték, ami jó alapja annak, hogy ezeket a hiteleket összehasonlítsuk. És hát az emberek többsége erre azt szokta mondani, hogy ez a kamat, hát ez nem a kamat, hanem a THM. Tudjuk-e, hogy mi az a THM? Így van, ez a teljes hiteldíj mutató, ami ugye a kamaton kívül különböző költségeket is tartalmaz, és ez a THM mutató az, ami valóban releváns összehasonlítási alapot nyújt ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy számunkra milyen hitel vagy kölcsönfelvétele az optimális. Ugye arról már beszéltem, hogy életszakaszoktól függően különböző lehetőségeink, illetve különböző igényeink vannak, amit kölcsönökkel próbálunk, vagy hitelekkel próbálunk kielégíteni. Hogyha végigindulunk, akkor ugye, ami nektek először majd lehetőségként felmerül, az egy diákhitel ahhoz, hogy a tanulmányaitokat finanszírozni tudjátok. Nem fogok róla beszélni, mert lesz az előadásban diákhitel. Ugye ezt követően jelenik meg az áruhitel, amiről már szintén beszéltem, hogyha laptopot szeretnénk venni, vagy motort szeretnénk venni, mert azzal fogunk iskolába járni. És ugye ezt követően, miután már kiléptünk a munkaerőpiacra, illetve stabil jövedelemmel rendelkezünk, jelennek meg a jelzálog hitelek. Ezt követően, ugye tudunk erre mondjuk egy kort mondani, hogy ez körülbelül mikor következik be? Milyen életkorban? Tólig? Semmi? Jó. Ez ilyen 30-40 év között szokott megjelenni ez a jelzálog hiteligény a piacon, akkor szoktak a fiatalok fészekrakási lázban égni, amihez valamilyen fedél kell. És ezt követően, miután már kirepülnek a gyerekek, és csak ketten vagyunk, akkor szokott megjelenni a piacon a szabad felhasználású személyi kölcsönöknek az igénye. Sok olyan lehetőség van, különböző interjúkat, ha olvastok, hogy középkorú házaspárok például személyi kölcsönből utaznak nyaralni. Meglátnak egy olyan nyaralási konstrukciót, amit úgy érzik, hogy ők nem szeretnének kihagyni, azt tudják, hogy a havi törlesztő részletét be tudják vállalni, és ezt követően ezt a személyi kölcsönt használják fel arra, hogy valamilyen álmot megvalósítsanak. Ezek többsége azt jelenti, hogy az első három, ha megnézitek, az valamilyen célt szolgál, valami, ami előre visz minket, az utóbbi viszont, ha életkorhoz kapcsoljuk, az már valamilyen álmot vagy vágyat valósít meg. Ugye ahhoz, hogy nekünk igazából ez most a pénzkezelés szempontjából annyira nem releváns, hogy van-e hitelünk vagy nincs. Az a lényeg, hogy a kiadásainkat és a jövedelmeinket azt jól menedzseljük. Ugye a hiteltörlesztő részlete az minden esetben kiadási oldalon jelenik meg, és az a fontos, hogy ezeket a bevételekből mindig maximálisan teljesíteni tudjuk, és tudjunk valamilyen tartalékot képezni. Ennek menedzselésére három fő
hogy mondjam, három fő alapelvet kell követni. Az egyik a tervezés, hogy a pénzünkkel mindig legyen célunk. Tudjuk azt, hogyha megérkezik a számlánkra valamilyen jövedelem, akkor tudjuk, hogy azt mire kell elköltenünk, vagy mit szeretnénk belőle tenni az adott hónapban. Ezt követően a jövedelmet osszuk fel. Mindegy, hogy ezt most időtávra vagy tevékenységre tesszük, de legyen elkülönítve, hogy a jövedelmünk ekkora százaléka az a lakhatási költségekre megy, ekkora százalékra élelmiszerre, ekkora százaléka megtakarításra, stb. És ezt lehet még azzal kiegészíteni, hogyha a fennmaradó például szórakozásra szánt összeget még hetente is elosztjuk. Hogy azt mondjuk, hogy havonta van 20 000 forintunk szórakozásra, abból heti 5 000 forintot szánunk erre. És hogyha szerdán elfogyott az 5 000 forintunk, akkor a hét hátra levő részében antiszociálisak leszünk, és nem megyünk sehova. És a harmadik kategória, amit nagyon sokan elfelejtenek, ez az első kettő, ez még szokott működni, hogy felosztjuk, megtervezzük, viszont a dokumentálás az nagyon sok helyen elmarad. Ugyanis nagyon könnyű elcsúszni, hogyha csak úgy gondoljuk, hogy mi megterveztük a kiadásainkat, úgy gondoljuk, hogy mi felosztottuk ezeket megfelelően, ellenben ezt nem dokumentáljuk. Egy ilyen dokumentálás nem úgy kell elképzelni, hogy házi könyvelést kell vezetni, vagy egy könyvelőt fel kell venni minden hónapban. Elég, hogyha nyitunk egy Excel táblát, régen azt mondták, hogy kockás füzetet, nyitunk egy Excel táblát, amiben felvezetjük a mi kiadásainkat és bevételeinket, viszont fontos, hogy ilyenkor minden kiadást rögzítsünk ebben az Excel táblában, és hogyha ez megfelelően van vezetve, akkor hónap végén látni fogjuk azokat a felesleges kiadásokat, amelyek képesek eltolni a mi költségvetésünket, és nem az optimális cél felé vezetik azt. Én összességében ennyit szerettem volna a családi költségvetésről mondani, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és visszaadom a szót. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Rádóczi Klaudiának.